Örömmel üdvözlök mindenkit! Köszönöm a lehetőséget, hogy ezen az online fórumon mutathatom be a Janssennel együttműködésben idén publikált tanulmányunkat, és nagyon örülök, hogy rákattintottatok a videóra, és érdeklődnek a tudományos munkánk eredménye felől. A kolitis ulceróza, vagyis a fekélyes vastagbélgyulladás a gyulladásos bélbetegségek egyik fajtája, ami a vastagbél krónikus gyulladásával jár, jellegzetesen hasi fájdalom és hasmenés kíséri a betegsége. A pontos etiológiája a mai napig nem tisztázott, de felmerül az immunrendszer szerepe és a genetikai hajlam a háttérben. A betegség incidenciájában és prevalenciájában területi megoszlást látunk. Korábban a legnagyobb incidenciájú adatokat az iparosodott országokból jelentették, mint Észak-Amerika és Nyugat-Európa. Az ECOEPICOM csoportnak a populáció alapú tanulmánya, melyet 2014-ben publikáltak, egy kelet-nyugati incidencia megoszlást mutatott. Itt az ábrán is láthatóan kék színnel jelölték az alacsony incidenciájú országokat, és narancssárga-pirossal a magas incidenciájú országokat. Látható, hogy Magyarország az alacsony incidenciájú országok között magas incidenciájú országnak bizonyult. A malignus daganatok előfordulása világszerte egyre növekszik. A WHO becslése szerint 2018-ról 2040-re csaknem 60%-kal fog emelkedni a daganatos betegségek gyakorisága. Továbbá a gyulladásos bélbetegségnél emellé a betegségből adódó, illetve a terápiából adódó kockázati tényezők is hozzáadódnak. Vizsgálatunk egy obszervációs, retrospektív, populáció alapú epidemiológiai vizsgálat volt, mely során a NEAC adatbázis segítségével vizsgáltuk 2010 és 2016 között a gondozott kolitis ulcerózás betegeket. A vizsgálatba egy speciális metodika segítségével differenciáltuk a Crohn és a kolitis ulceróza között a betegeket, és ezt követően a kolitis ulcerózás populációt vizsgáltuk, a demográfia adatokat, az incidencia, prevalencia, mortalitási adatokat, a túlélési adatokat az incidens populációban, itt egy kontrollcsoporttal a magyar populációból összehasonlítottuk, és a malignus daganatok előfordulását is vizsgáltuk az incidens populációban. 2010 és 2010 közötti vizsgálati időszakban összesen 36.315 beteget azonosítottunk a NEAC adatbázis segítségével. A 2016-os évet a metodikai sajátosságok miatt a vizsgálatból kizártuk, illetve a statisztikai elemzésből kizártuk. A legtöbb tanulmányban a fiatal felnőtt korban a leggyakoribb a betegség, ezzel szemben a mi adatainknál a betegek átlag életkora a kolitis ulceróza diagnózisakor 51 évnek bizonyult. Néhány tanulmányban a mi eredményeinkhez hasonlóan egy későbbi, az 50-es, 70-es évek közötti kisebb csúcs is megfigyelhető, mely feltehetően felelős azért, hogy a mi eredményeinknél is magasabb az átlag életkor. A prevalencia adatokban egy fokozatos emelkedő tendencia látható, mely megfelel a korábban magyar adatoknak, illetve ezekből is sejthető emelkedő tendenciának. Az incidencia adatok közül a 2015-ös év adatait tartjuk megbízhatónak a tanulmány limitációi miatt, mely alapján 21,7 beteg 100 000 lakosra. Ez az eddigi tanulmányokat is figyelembe véve magasabb értéknek bizonyult, de megfelel az ECOEPICOM tanulmányából is látható emelkedő tendenciának. Az éves mortalitás relatív stabil volt a vizsgált időszakban 2011 és 2015 között, míg 2010-ben némileg alacsonyabb értékek találtunk. A betegek életkora a halál idejében átlagosan 75 év volt, a férfiak fiatalabban haltak meg, mint a nők. Ez szintén megfelel az átlag populációban is látható trendnek. A vizsgálatunkban a leggyakoribb daganattípusok az incidens populációban a kolorektális rák volt, a nem melanotikus bőrdaganatok, valamint a prostatarák.
Itt az ábrán láthatóak még a további daganattípusok, melyek előfordultak a vizsgálatunkban. Egy dán populáció alapú tanulmány eredményei a kolorektális rákot találták leggyakoribbnak, illetve férfiaknál a melanoma kockázatát találták fokozottabbnak. Mivel a leggyakoribb daganattípus a kolorektális rák volt, ezért ezt részletesebben is elemeztük. Az incidens populációnak összesen 8,5%-ánál diagnosztizáltunk kolorektális rákot, ez 1400 beteget jelent. Az új betegek száma a vizsgált időszakban közel stabil volt végig, évi körülbelül 200 új esetet azonosítottak évente. Egy 2006-ban végzett a colitis ulceróza hosszú távú szövődményeit vizsgáló tanulmányban 20 év betegség fennállás után 2,5, 30 év után 7,6, míg 40 év után 10,8%-nak találták a kolorektális rák incidenciáját. A betegek medián életkora a kolorektális rák diagnózisakor magasabbnak bizonyult a korábbi eredményekhez képest, de az átlag populációval hasonlónak bizonyult. A kolorektális rákban szenvedő betegek fiatalabban haltak meg, mint a nem kolorektális rákban szenvedő, csak colitis ulcerózával diagnosztizált betegekhez képest. A túlélési adatokat elemezve, az incidens populáció teljes túlélését vizsgáltuk a colitis ulceróza diagnózisától. Még mindig vitatott, hogy vajon a colitis ulcerózában szenvedő betegeknél fokozott-e a halálozás kockázata az átlag populációhoz képest. Eredményeink a túlélés tekintetében azt találták, hogy sokkal rosszabb a colitis ulcerózával diagnosztizált betegek túlélése az átlag populációhoz képest. A kolorektális rák diagnózisától vizsgálva teljes túlélést látható itt az ábrán, és a medián túlélés az kevesebb, mint 10 év volt. Vizsgáltuk továbbá, hogy van-e különbség a tekintetben, hogy a kolorektális rákot 60 év felett vagy 60 év alatt diagnosztizálják, de e tekintetben nem találtunk különbséget. Tanulmányunk volt az első populáció alapú tanulmány Kelet-Európából, mely megbecsülte a különféle daganatos megbetegedések előfordulását, mortalitást vizsgált, valamint frissítette az incidencia és prevalencia adatokat. A betegek átlag életkora a colitis ulceróza diagnózisakor magasabbnak bizonyult, mely a korfán látható két csúccsal magyarázható. A kolorektális rák volt a leggyakoribb daganattípus colitis ulcerózában. Bár a mortalitási adatok viszonylag stabilak voltak, az eredményeink alapján a colitis ulcerózában szenvedő betegek túlélése szignifikánsan rosszabb volt az átlag populációhoz képest. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és osztátok meg a kollégáitokkal is. Köszönöm szépen a figyelmet!